teljesen a hatása alatt vagyunk a darabnak. Nagyon jól játszik mindenki. Nagyon... Tehát teljesen a hatása alatt vagyunk. Csak ennyit tudok egyelőre mondani. Nagy sikerrel mutatta be színházunk Pataki Éva, Edith és Márlen című zenés játékát Méhes László rendezésében. Az állótapsos premiért Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas művésznő is megtisztelte jelenlétével, aki a legendás pesti színházas változatban Edith Piafot alakította hatalmas sikerrel. A 60. lábjegyzetben néhányan közönségünkből mondják el gondolataikat, benyomásaikat színházunk új produkciójával kapcsolatban. Nagyon sok olyan dolog volt, amit dudoltam magamban, nagyon sok olyan szöveg volt, amit mondtam magamban, és nagyon örültem, hogy ilyen fantasztikus csapat mondta helyettem. Nagyon pozitív élmény volt, szeretném kiemelni a két főszereplőnek a játékát. Holocsi lányok úgy érzem, másra fantasztikusak voltak, Krisztina szerintem Edith Piaf szerepében fantasztikusat alkotott, és remélem, hogy ahogy az igazgató is mondta, nagyon sok előadást megér még ez a produkció. Imádom ezt a társulatot, rengeteget jártam és járok Pestre is színházba, de ez a társulat az enyém, ők a mieink, és az, hogy ilyen képzett színészek vannak itt, ez önmagáért beszél, és az előadások is önmagukért beszélnek. Ezt mindent tudtok, gyerekek, komolyan mondom, akármilyen műfajt, legyen az komédia dell'arte, vagy legyen ez dráma, tragédia, vérdráma, bármi. Ez a produkció nagyon megérintett engem, mivel még soha nem láttam ilyet, amit többször énekelnek benne esetleg. Nagyon tetszett a zenei aláfestés is. Én kimondottan élveztem az egészet, és leginkább a velem egykorúaknak ajánlanám inkább. Én minden korosztálynak bátran ajánlom. Miután már nagyon régóta járunk ebbe a színházba, úgy vettem észre, hogy nem csak rám, hanem a közönség többi részére is a darab nagyon jó benyomással volt, és többször hallottam, hogy te még ilyen jó darabot nem láttunk. Laci festőművész is, nem csak rendező. Tudjuk, hogy ki hova álljon, ki milyen ruhában legyen, ki hogy jöjjön, menjen. De az Anzi és ő együtt, ez a páros, attól, hogy vannak mozgatva az emberek, de hogy ne álljon le egy másodpercre se a lendület, az azért egy nagyon jó dolog, hogy nem azt látom, hogy szenved 3-4 műszaki kollega és megemel valamit, hanem annak funkciója van, hogy részese annak a dolognak, benne van az előadásban, és ez remekül van kitalálva. Én nagyon szerettem Edith Piafot, vagy szeretem Edith Piafot a dalait is, az életrajzáról akárhány könyvet elolvastam, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan előadás, hogy két csomag papírzsebkendőt bekészítek. Nem akartam csörögni a papírzsebkendővel, úgyhogy hoztam egy fehér sálat, és abba törölgettem a könnyeimet. Nagyon jó volt, köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik az előadás, főleg a holocsi lányok, mert a kedvenceim, és nagyon szívesen járunk, bérletünk van, nyugdíjas, és mindig örömmel jövünk. Nagyon tetszik az előadás. Nekem hatalmas élmény ez a színdarab, mert Edith Piaf az egyik kedvenc énekesem, és majdnem minden dalát ismerem. Csodálatos, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Vendéget is hoztam magammal, a barátnőmet. Edith, gyere be! Nekem nagyon tetszett ez az előadás, tetszett a Marlen jelenfejlődése és az Edith-é is. Szerintem eléggé tanulságos a mai világ, mai diákság számára is. Én ezt úgy mindenkinek ajánlom, tehát idősebbeknek, fiatalabbaknak is, mert mindenkinek érthető, és nagyon jól követhető ez egész produkció. Nekem személy szerint nagyon tetszett, és egy fantasztikus élmény volt számomra. Hát ez az előadás nagyon tetszett, gratulálok a szereplőknek, legfőképpen a két főszereplőnek, de mindegyik nagyon-nagyon
szépen és jól alakított, már azon túl is, ami megfogott, hogy a mi színészeink prózai színészek, és nagyon jó helytálltak a zenés daraboknál is. Én csak azt tudom mondani, hogy az előadás színvonalas volt, és még egyszer mindenkinek gratulálok, aki ebben részt vett, és várom a következő előadást, és remélem, hogy az is ezen a színvonalon lesz. És ajánlanám mindenkinek, úgy fiatalnak, mint idősnek, élvezettel néztük végig, hogy igazán még tovább is eltapsolnák nekik, és sok sikert kívánunk a továbbiakba is. És én a helyetben csak hátradőlnék, én csak élvezném, hogy akarsz ezzel mondani. Lényegében ez egy zenés darab, de mondjuk van benne nagyon sok elgondolkoztató prózai rész is, mondjuk a két művésznőnek az élete, a Editnek és a Marlennek az élete, tehát egy szép és tartalmas előadás. Ajánlom mindenkinek, fiatalnak, idősnek egyaránt. Csak két mondatban annyit, hogyha Piaf a lelkével énekelt, akkor a művésznő a lelkével játszott, mert a tehetség elpusztíthatatlan. Ennyit szerettem volna. Nagyon jó volt ez a színdarab. Tulajdonképpen Edith Piaf életén keresztül annak bemutatásával sokkal jobban sikerült megértenem a dalait, illetve azt a régi dolgot tudatosítani, hogy nem az számít, hogy honnan jött az ember, hogy hova tart. Köszönöm. Ad valami olyat, amit nekünk is meg kéne jegyeznünk az életben, ilyen fiatalon. Szerintem leginkább az volt ennek a egész előadásnak a lényege, hogy ne adjuk fel az álmunkat. Szóval az a helyzet, hogy a befektetett energia mindig megéri, és ez is megérte. Állva tapsolt a közönség. Ennél nagyobb öröm egy színész számára nincs, és én boldog vagyok, hogy osztozhattam az örömötökben, hogy ott lehet, itt lehettem és nézhettem. Köszönöm szépen! Egyébként én minden egyes színházi előadásra úgy készülök, nem úgy, hogy előveszem a premier bérletet, hanem hogy megnézem a színházi lábjegyzetet, isteniek, és én nagyon örülnék, ha nekem ott a televízió magyar adásában ilyen munkatársam lenne, mint Major Falvi Bálint.